2019-ben is folytatódnak Püspökladányban a közfoglalkoztatási programok, melyek célja továbbra is az, hogy visszavezessék a résztvevőket a munkaerőpiacra. Püspökladány város önkormányzatának képviselőtestülete a 2018. december 13-ai ülésén döntött arról, hogy a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal, Püspökladány járási hivatal foglalkoztatási osztályához 3 közfoglalkoztatási pályázati kérelmet nyújt be. 2019-ben is folytatódhat tehát a Start munkaprogram, mint ahogyan az intézményeken belüli közfoglalkoztatás és a köztereken, utcákon dolgozókat foglalkoztató program is. A részletekről Kis Zsigmond alpolgármester kérdeztük. Minden évben ugye van a Start munkaprogramos pályázatunk, ami már ugye folyamatban van, és ott igazából azok a munkafolyamatok, azok a munkafázisok fognak ebben az évben is megvalósulni, ami már korábban gyakorlatként megjelent. Ezt ugye már hál' Istennek, hogy be is adtuk, és úgy néz ki, hogy ez a része rendben van. Itt inkább a munkaerővel, az élő munkával van inkább problémánk, mert ugye nehezen találunk olyan embereket, olyan szakembereket, akik ezeket a munkafolyamatokat el tudják végezni, hiszen ezek részben már azért szaktudást is igényelnek ugye a mezőgazdasági földterületen, vagy akár pedig a különböző szakipari területen, az asztalos műhelyben, a beton elemgyártó műhelyben, vagy a tésztagyártó üzemben. Tehát itt azért már kis szakmai felkészültséget is feltételez, aki a pályázatot összeállította. Az intézményeken belüli, illetve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szintén folytatódik 2019-ben, mondta el Kis Zsigmond. A másik munkaprogramunk a közfoglalkoztatás dolgozóinak a további foglalkoztatása, ez ugye két részből áll. Egyik azok, akik ugye a különböző intézmény hálózatunkban, intézményrendszerünkben vannak elhelyezve, a másik része pedig ugye, akik kint a városban tevékenykednek, és a körzetekben próbálják a tisztaságot, meg az embereknek az élhetőségi képét jobban elősegíteni. Itt ugye ott tartunk, hogy megkaptuk az értesítést a kormányhivataltól, hogy szűkülni fog a kör, tehát közel egy 30%-kal kevesebb létszámot tudunk már ebben az évben foglalkoztatni, de én bízok benne, hogy ezekkel is meg tudjuk oldani a fő munkafolyamatokat. Tehát ebből mit értek ez alatt? Egyik fő feladatunk az, hogy az intézményrendszerünk továbbra is működjön, és semmilyen akad, vagy legalábbis probléma nem erüljön itt föl. Tehát itt főképpen ugye a konyhán is ugye dolgoznak az intézményeinkben, akkor iskolákban, hivatalban, művelési házban, tehát a közintézményünkben ugye jó néhány ember még mai napig is ott dolgozik. Ezeknek a létszámoknak a fenntartását szeretnénk maximálisan biztosítani, és a megmaradt létszámmal pedig nyilván továbbra is az utcán szeretnénk helytállni. A szakképesítéssel rendelkező közfoglalkoztatottak nagy valószínűséggel kikerülnek a közfoglalkoztatásból. Számukra olyan tanfolyamok elvégzésére nyílik lehetőség, melyek segítségével könnyebben elhelyezkedhetnek a munkaerőpiacon. Az egyik fő problémát az jelent itt a létszámcsökkentésnél, hogy az első megkeresés alapján azt az utasítást kaptuk, hogy azok a szakmunkások, akik szakképzéssel rendelkeznek, azokat szeretnék további árképzésekkel majd a munkai központon keresztül majd valamilyen komolyabb munkahelyi lehetőségekkel ellátni. Tehát ezek az emberek nagy valószínűséggel kikerülnek a közfoglalkoztatási körből, és akkor jó néhány olyan tanfolyamban kerülnek elhelyezésre, amelyekre esetlegesen itt a környéken, és a kistérségben számítani lehet, hogy tudnak elhelyezkedni. Kis Zsigmond hozzátette, a fő cél az, hogy a közfoglalkoztatottak belátható időn belül el tudjanak helyezkedni. Február 8-án ismét városunk könyvtára adott otthont a Kazinci Szép Magyar Beszédverseny városi, városkörnyéki területi fordulójának, melyre Püspökladányból, Kabáról, Sárétudvariból és Földesről érkeztek diákok. Az eseményre televíziónk is meghívást kapott. A hagyományokhoz híven ismét városunk könyvtára adott otthont a Szép Magyar Beszéd elnevezésű verseny városi, városkörnyéki területi fordulójának február 8-án. A Kazinciról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Kazinci Díj Alapítvány hirdeti meg minden évben Pécsi Blanka érdemes művész emlékére. Idén 24 tanuló regisztrált a megmérettetésre városunk általános iskoláiból, valamint Sárétudvariból, Kabáról és Földesről.
A részletekről Tányér József, a Püspökladányi Tájékoztató és Közművelődési Központ Könyvtár Múzeum intézmény vezetője nyilatkozott televíziónknak. A könyvtárunkban már évek, majd mondom, már évtizedek óta hagyomány a Kazincziról elnevezett Szép Magyar Beszéd versenynek a megrendezése. Ez a városi város környéki döntő, amit mai napon a február 8-án a gyermekkönyvtárunkban tartjuk meg. Ez mivel városi város környéki döntő, tehát nem csak a helyi, ugye a Ladány iskolából várunk gyerekeket, hanem Sárétudvari, Kabaföldesről is érkeztek ezúttal nevezők, illetve a Püspökladányi Általános Iskoláiból az 5., 6. és 7., 8. évfolyamnak megfelelő tanulók. A területi fordulón az iskolai előválogató versenyeken legjobb eredményeket elérő tanulók vehettek részt. A hagyományoknak megfelelően zajlik a verseny, tehát örülök, hogy városunk azért megrendezheti a városi városkénki döntőt, hiszen 13 település van itt a kelet-magyarországi régióban, Szoboszlótól kezdve Balmazúváros, Debrecen, Nádudvar, Böszörményekig megrendezik február 14-ig, van itt a határidő ezt a úgynevezett elődöntőt, és így örülök, hogy tényleg a Debreceni Pedagógiai Oktatási Központ a POK szervezésében ugye megkaptuk a versenyszabályzatokat, és így kiküldése került. Ugye Debrecen kiküldte az oktatási hivatal minden iskolának az értesítést, de én is felvettem a kapcsolatot a igazgatókkal, pedagógusokkal, és meg is érkezett a héten a jelentkezési lap, ami azt jelenti, ugye, hogy az iskolai elődöntőket megrendezték az iskolában, és onnan, mint egy előválogató, a legjobb tanulók érkeztek ma ide. Az 5.-6. esetében ugye oklevél emléklappal jutalmazzuk a továbbjutókat, viszont 7.-8. korosztályban egy tanuló jut tovább a regionális döntőbe, amit majd április elején Kisújszálláson rendeznek meg, tehát ő képviseli az iskoláját, illetve ezt a keleti régiót. Tányér József elmondta, érdemes már kiskorban megismertetni a gyermeket a Szép Magyar Beszéddel, és fontos, hogy a gyermek értse, amit olvas. A verseny is ezt a célt szolgálja. Tényleg egy izgalmas várakozás előzte meg ezt a versenyt, hiszen nagyon fontos és fontosnak tartom a beszédkút, a Szép Magyar Beszédnek a népszerűsítés már kiskorban, tehát fontos, hiszen a könyvtárunkban több olyan verseny, értő, olvasás, szövegérés, ami alapja, én úgy gondolom, a Szép Magyar Beszédnek egy értő szövegolvasás, hiszen az is a feladat, tehát nem színész előadást várnak, ugye Pécsi Blanka emlékére 1960-tól rendezik meg ezt a versenyt, hanem tényleg az értő olvasás, hiszen valaki, hogyha tényleg ezt a szöveget ért, ez úgy tudja előadni. A versenyzők elsőként egy szabadon választott, leíró részekből álló szöveget adtak elő 3 percben, majd a pedagógiai oktatási hivatal által zárt borítékban megküldött, úgynevezett kötelező szöveg felolvasása következett. Eleten ekkor bíborba lobbant az ég alja. A szürkület ilyetten kúszott búvóhelyére, a harmadcseppek könnyes ragyogással emésztették el magukat az örök fény meleg tündöklésén, és a madarak énekelni kezdtek, mert a szívükben dal született, amit el kellett mondani. A nap szétnézett a tájon, s elindult égi útján, diadalmasan hordva a tüzet, amelyet valamikor, valakitől azért kapott, hogy minden élő gyönyörűségére ragyogtassa. Márai Sándor, szeptember végén, részlet. Milyen különös életet él egy vers, lassan árad el korszakok felett, időt előre, az emberek már nem is tudják, honnan ismerik. Könyvben olvasták. Iskolában tanulták, hogy éjfő után szólt egyszer valaki. Az ifjúságnak abban az érzékeny szakaszában, amikor fiatal emberek agyoncigarettázott állapotban, albérleti szobában éjfél után még másokat mondanak fel egymásnak. Vagy egy nőnek olvasta fel egyszer, mert hiányozta saját szavai. A produkciókat 3-tagú zsűri értékelte, akik figyelembe vették többek között a szöveghűséget, a hangsúlyozást és a közönséggel történő kommunikációt.
A szempontokat azt általában azért mindig elmondjuk, akár egy, ugye egy mese, akár egy más olyan előadás, amik ugye népmese napja van, vagy a Mesél a Sárét Fesztivál, és nagyon fontos a kapcsolattartás a közönséggel, ez itt is szempont. Tehát a kommunikáció, a megjelenés, a kapcsolattartás, aztán ugye a szöveghűség, az értő szövegolvasás, ennek a tolmácsolása, hangsúlyozás, beszédtempó, szünettartás, hiszen a magyar nyelven ugye elől van a hangsúly, szóltok én is, ezeket az értékési szempontokat fogjuk megadni, és fogjuk ezek alapján értékelni a gyermekeknek az előadását. Van három szavunk, amely meghatározza létezésünk teljességét. Az első az anyaöl, a második az anyaföld, a harmadik pedig az anyanyelv. Az első az életet adó, az életre nevelő. A második létezésünk, sorsunk, munkánk, sikereink és kudarcaink színtere, s majdani nyugvóhelyünk is. És ami a kettőt egybefogja, a harmadik, az az anyanyelv. A nyelvünk, létezésünk hármas egységét az anyaszavunkkal kapcsolta egybe, az nem csak azt jelenti, hogy a három fogalom milyen mértékben meghatározója életünknek, de egyúttal a nyelv, a magyar nyelv sűrítő erejét és képességét is fölragyogtatja. Miért döntöttél úgy, hogy indulsz a versenyen, és mi volt a szabadon választott szöveged? Hát igazából, mikor feljött ez a dolog, hogy a iskolaira lehet jelentkezni, egyből tudtam, hogy ez nekem való verseny lesz, tehát ez kétségtelen volt, hogy majd jelentkezni fogok. És hát végül ide is bejutottam. Itt Vas Albert Otthon című írományának egy részletét olvastam fel. Igen, valahogy így van. Otthon az, ahova hazatérsz, ahol valaki vár este. Ahol ismered a fal kopásait, a szőnyeg foltjait, a bútorok apró nyikolgásait. Ahol úgy fekszel le az ágyba, hogy nem csak alszol, hanem pihensz. Nem csak pihensz, hanem kipihened magad. Kipihened az életet, az embereket, mindent. Ahol otthon vagy, az az otthon. Nem kell hozzá sok, elég egy szoba. Ha 10 vagytok benne, az se baj. Ha mind a 11 vagytok ebben, hogy hazatértek, amikor este hazatértek. Nem kell hozzá sok, csak egy szoba és egy érzés. Egy egészen egyszerű állati érzés, hogy ma itt élek. A felolvasás után a zsűri félre vonult, hogy értékelje az előadásokat, majd az eredményhirdetés következett. Az 5.-6. korosztályban Nagy Zsófi Bianca, a 7.-8. korosztályban Olá Vivien Nóra ért el első helyezést. A területi fordulón továbbjutó tanulókat a regionális döntő várja, melyre áprilisban kerül sor Kisújszálláson. Február 5-én ismét városunkban járt a Körúti Színház társulata. A püspökladányi közönség ezúttal a Shirley Valentine című zenés darabot tekinthette meg. A Shirley Valentine című lírai komédiát tekinthette meg a közönség Vándor Éva színművésznővel a főszerepben a Körúti Színház előadásában február 5-én. A Dorogi Márton Művelődési Központban megtartott előadásra televíziónk is ellátogatott, a darabról Galambos Zoltánt, a társulat igazgatóját kérdeztük. Ez az Évának a saját darabja. Cserjes Zsuzsa rendezőnő találta ezt ki az Évának, aki azóta sajnos tényleg pillanatok alatt elhunyt. Egészen döbbenetes tempóban vitte el egy betegség. És hát én próbálom tovább gardírozni ezt a darabot, azért, mert az Éva a kezdetektől óta kolléganőm a Körúti Színházban egy döbbenetesen kiváló színésznő, aki egymaga 2,5 órán keresztül fent tudja tartani az érdeklődést, és meg tudja nevettetni a közönséget, és olyan az ő meleg puhaságával, és nagyszerű humorával, és mindenével, hogy megérdemli, hogy neki legyen egy ilyen jutalomjátéka, amit a természetesen közönség be fog tudni fogadni, nagyon is be fog tudni, mert ez egy remek előadás, amit végig fognak kacagni, és kicsit meg lesznek hatódva, és kicsit el fognak gondolkozni, úgyhogy nagyon nagy öröm, hogy ez itt van nekem, és a közönségnek is az lesz.
A darab cím szerepében Vándor Éva, Jászai Mari díjas színművésznőt láthatta a szép számmal összegyűlt püspökladányi közönség. Szeretek megint egy pohárbort főzés közben. Nem igaz, fal? Ugye mennyire szeretek megint egy pohárbort? Vacsora főzés közben, köszönöm. Szintén nagyság. Na mindegy. Sült krupi lesz. Azelőtt nem ittam bort soha. Millondra a lányunk volt az, aki rászokta bort. Azt mondja nekem, anyu, ma már senki nem iszik rumos kólát. Ma már mindenki bort iszik. A gyerekek mindent jobban tudnak, mint az a helyzet, hogy a Millandrák akkoriban éppen az intellektuális korszakában volt. Ő meg a barátnője, a Sharon Louise. Egyszer csak nem jártak már többet diszkóba, hanem állandóan ott ültek abban a kávéházban. Tudják már, ahol a művészek járnak. Egyik este ott volt ez a színész, ez a Hugh Grant. Sharon Louise állítólag kapott tőle egy autogramot. Meg reggelit is. Szóval Shirley Valentine, ő egy középkorú Angliában élő háziasszony, aki már a gyerekeit is felnevelte, ők is elhagyták már a házat, és otthon él ketten a férjével, kettesben, és hát ez egy olyan házasság, ami megfáradt. És ő igazából, tehát úgy éli ki magát, hogy a falnak mesél. A fallal beszélget, aki nyilván nem válaszol, tehát tulajdonképpen önmagával beszélget csak, és egy ilyen kiborult percében azt is elmondja, hogy már arra sem emlékszik, hogy hány éve beszélget a fallal. Hála az égre, mert kinőtték ezt a korszakot, mert hála az égre, tényleg, mert képzeljük csak el, képesek voltak órák hosszabb ülni az asztalnál, miközben az ember már se hallott tőlük, mint hogy fantasztikus volt az esteni, őrült szuper, mit szuper, meg a szuper. Aztán beestek valami franszba. Ez ment fél óráig. Magukhoz tértek megint, de fantasztikus volt az esteni, őrült szuper, mint szuper, meg a szuper. És teljesen mindegy volt, meddig ültek itt, sohasem lehetett tőlük megtudni, hogy mi volt olyan őrült szuper. Lehet, hogy a reggelik? Hát, az az igazság, hogy hiányoztak a gyerekek, ugye? Millandránk összeköltözött ezzel a Sharon Louise, ha? Brian, a fiúk, meg elfoglalt egy házat, Kirby, de mondtam neki, Brian, ha már elfoglalt egy házat, tehát nem tudtam volna valami elegánsabb környéket találni, azt mondja nekem, anyu, egy luxus lakópark nem a legmegfelelőbb hely egy költőnek. Na, mert most ez a mi Brian legújabb hóbortja, mindig kiadjál valamit, most azt mondja, ő lesz az első utcai költő Angliában. Ez pontosan arról szól, nem akarok ítélkezni házasságok fölött, de amikor így elfelejtkezünk egymásról, amikor megszürkül, amikor már nem érdekel, mert úgyis megvan a másik, már nem fontos, főzzön, együnk, hazajövök, tévézünk, mi van még, hát Istenem, gyerekeket felneveltük, és akkor Shirley Valentine úgy gondolja, hogy ez neki kevés, és hogy ő szeretne valódi életet élni, és egy ilyen véletlen alkalommal, amikor tulajdonképpen szinte elszökik a férjétől nyaralni, mert a férje még nyaralni sem megy vele, és elmegy a barátnőjével nyaralni, és rájön arra, hogy milyen tág a világ. És azt mondja, hogy akkor ő ezt megpróbálja másképp. De nem akarok elárulni titkokat, mert hát ha még valaki még egyszer csak megnézi, a lényeg az, hogy egy olyan asszony, aki mer nagyot gondolni, és úgy gondolja, hogy van ereje, nem tudja, igazából nem tudja, hogy lesz ereje végigcsinálni, vagy sem. Azt, hogy újra megpróbál egy életet élni, valami igazi, ami arról szól, hogy tényleg él. És a nagy kérdés mégiscsak a darab végén, hogy ehhez sikerül a férjét megnyernie társnak, vagy sem, és ezt szerintem a közönségnek magának kell eldönteni. Hát Gina barátnő, hát ő egy igazi feminista,
illetve hát nagyon szeretne az lenni, más jól olvasott a Cosmopolitan, és az a vélemény, hogy minden férfi potenciális kégyil a pápát is teleérte. Hát ő gyűlöli a férfiakat, igen, el is vált a férjétől. Én nem találkoztam a férjével, az még azelőtt volt, hogy Jane-t megismertem volna. Állítólag Jane egyik reggel páramok hazament a munkából, és ágyban találta az urát a teljes emberrel. Isten, engem úgy segíjen a teljes emberrel! Na és ettől a pontról kezdve Jane feminista. Ja, és azt is észrevettem, hogy mindig tejért vissza a tejáját. De nagyon jó fej. Nem ismerem valaki régóta, de nagyon jó fej. Görögországba készül, két hétre. A jövő hónapban indul. Édes Isten, már mi ezt kezdek én Jane nélkül, két hétig? Ő az egyetlen, aki megvézettől a Dili háztól, az egyetlen, aki meghallgat. Már úgy értem a falat kivéve. Most neki van egy Jane. Rettenetesen fogsz hiányozni. És tudják, mit mondott el? Nagyon szeretném, ha velem jönnél. Február 20-án rendezte meg térségi farsangját a Segítőkezek Szociális Szolgáltató Központ, a Dorogi Márton Művelődési Központ színháztermében. A teltházas rendezvényre a Sárét több településéről érkeztek fellépők és vendégek egyaránt. A következő percekben az eseményre készült összeállítás. Ezek Szociális Szolgáltató Központ, Család és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ a Dorogi Márton Művelődési Központ színház termében. A már hagyományos rendezvényre a Sárét minden településéről érkeztek nyugdíjas fellépők és érdeklődők egyaránt. Az idén is megrendezi intézményünk, a Segítőkezek intézmény a térségi farsangi mulatságunkat. Ez már tényleg hagyománnyá vált, hosszú évek óta megrendezésre kerül. Két ilyen nagyszabású rendezvényünk szokott lenni egy évben. A térségi farsang és a térségi idősek napja. Térségi, hiszen társulási formában működik az intézményünk, így öt településnek az ellátottai vesznek részt ezen a rendezvényen. Püspökladány-Gesztor település, Sárétudvari, Szerep, Földes és Nagydábi ellátottai jönnek el hozzánk. A rendezvény előkészületei már hetekkel ezelőtt elkezdődtek. Mondhatni azt, hogy a nagy adventi ünnepkörnek a végével, meg már egy kicsikét úgy belefolyva, már akkor kezdődtek az előkészületek, a tervezések, szervezések, és ugye most ugye február első hetére, vagy első napjaira tettük a farsangi rendezvényt, nem vártuk meg a végét. Tehát itt azért szűkös volt az idő, de nagyon nagy lendülettel készülnek a kollégák, készülnek az ellátottaink, várják, szívesen szerepelnek, nagyon szeretnek szerepelni. Bízunk benne, hogy a mai napon is színvonalas műsort tudunk nekik szolgálni, illetve ők nekünk. Mert ugye a délután első részében annyit el tudok árulni, hogy egy vendég énekes fog érkezni hozzánk. Ők fogják kapni az intézmény részéről a ajándékba ezt a műsort, és utána meg mi fogjuk kapni az ellátottaink részéről, hiszen ők a második részében ők készülnek fel minden településen, minden szakfeladaton, és itt a kollégáknak nagy dicséret és nagy köszönet érte, ezért a szervezésért, akik segítettek betanítani. Zenés, táncos, mókás délutánra számítunk, hiszen farsang van, ilyenkor egy kicsit a hagyományost el kell hagyni, a megszokott protokollt el kell hagyni, ilyenkor egy kicsit az állarcot felvehetjük magunkra, de csak farsang idején, mert amikor lekerül az állarc, akkor az igazi arcunkat mutatjuk. A rendezvény
rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Lente Péter alpolgármester, akit arról kérdeztünk, miben látja a jelentőségét egy ilyen program megszervezésének. A farsang az már ugye évszázadokra visszavezethető, hagyományőrző rendezvény a téltemetéssel kapcsolatos. Most is azért gyűltünk össze nyilván, a térség idősei, gondozottjai, illetve hát ugye a segítők ezek által szervezett körben, hogy ezt a hagyományt őrizzük. Természetesen minden ilyen kultúrával kapcsolatos hagyományőrzésnek nagy jelentősége van abban, hogy az emberi értékeinket, azt, ami például a magyarságunk egyik jellemzője, tovább tudjuk vinni. Természetesen nagyon örülök neki, hogy meghívtak erre a rendezvényre, és részt tudok venni. Az időseknek szintén, vagy bármelyik embertársainknak is nagyon jó ez, hiszen a szociális kapcsolataik erősödnek, sokkal jobban érzik magukat, hogyha összejöhetnek, kibeszélik egymást, egy kicsit jól érzik magukat, kultúráltan szórakoznak, és utána elégedetten hazamennek. Az eseményen először Tornyi Anna Anita intézményvezető köszöntötte a megjelenteket, majd Kis Tibor, Sárét udvari polgármestere, a térségi társulás alelnökének köszöntő beszéde következett. Ez a mai napunk akkor valóban a farsangról szól, ami tényleg nem más, mint a decemberi megható és lelket ápoló ünnepségek után egy picit önfelettebb szórakozás és kikapcsolódás, a vidámságnak, a boldogságnak a keresése. Azt kívánom mindenkinek, hogy ezt éljük meg ezen a napon is, és ha már a vidámság és ez a közösség, akkor azt mondom, hogy ez a vidámság fiatalítson mindenkit, ma és későbbiekben is, és az a felszabadultság és az az öröm, amit adhat ez a nap és ez a farsang, ez kísérjen el bennünket az év minden napjába. Hiszen hát sokszor elégedetlenkedünk, ez sem jó, az se jó, itt fáj, ott fáj, de lelkünkben azért maradjunk meg fiataloknak, és tudjuk vinni azt a fajta lelki üdességet, ami kell egy mindenféle emberi helyzetnek a megéléséhez, szeretetben, összetartozásban, és épp ezt a szeretetet és az összetartozást jelenti a Segítőkezek intézménye. Kis Zsigmond, a polgármester, városunk nevében köszöntötte az ellátottakat. Én ugye jó néhányszor részt veszek ezeken a rendezvényeken, és mindig azt tapasztalom, hogy mosolygós arcokat látok. Tehát nem azt látja az ember, hogy tele van feszültséggel, meg problémával, pedig volna miért, és mégis mikor ide eljönnek, akkor mindenki jól érzi magát. Én azt kívánom, hogy az a mai rendezvény se legyen másképp, és mindenkinek jó szórakozást kívánok. Egyik meglepetés produkcióként Újvári Marika énekesnő lépett a színpadra, aki jól ismert nótákkal, operett dalokkal szórakoztatta a közönséget. Az energikus és szórakoztató dalcsokor megalapozta az esemény hangulatát. Kis kertemben, otthon a bazsarózsa, otthon a bazsarózsa virágzik. A bokréta egy legény kalapjáról, egy legény kalapjáról hiányzik. Kárvót bennem belátom, de otthon a nyugtamulcsa találom. Fáradt lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Kárvót bennem belátom, de otthon a nyugtamulcsa találom. Fáradt lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Hozzá! Otthon a nyugtamulcsa találom, fáradt lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Kárvót bennem belátom, de otthon a nyugtamulcsa találom, fáradt lábam, estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Hey! A rendezvény másik meglepetése az intézmény vezetőjének és helyettesének tánca volt.
A püspökledányán látottak mellett, mivel térségi farsangról van szó, földesről, Sárét udvariból, szerepről és Nagyrábéről is érkeztek fellépők, akik már nagyon készültek a mai eseményre. A mai napra érkeztünk többen is, az idősek klubjából jöttünk 25-en, illetve fognak érkezni a Nótakörből és a Dalos Klub Egyesületből, szintén Sárét udvariból. Készültek valamilyen produkcióval mai Igen, napon? Készültünk, egyik ellátott és én fogunk előadni egy rövid humoros jelenetet. Mindig örömmel jövünk, készülünk szívesen, és reméljük, hogy örömet fogunk okozni másoknak is. Mosolyt csalunk az arcukra a nézőknek. Lajos! Igen? Lajos! Íz lett a vacsora? Megint veszekedni akar? Hát sose dicséred meg a főztömet! Jó? Észrevetted, hogy mazsolát is tettem a mákos tésztába? Miért? Ez mákos tészta volt? Lajos, én nem tudok melletted élni. Halljál még! Lajos, te nem szeretsz, pedig régen milyen sokat beszélgettünk. Te beszéltél, te. Na és te? Én szenvedtem. Hát sose mondtad, hogy szenvedsz. Mert férfi vagyok, érted? Férfi! Férfi! Ugyan? Már orvosnál is voltál vele? Ezt hagyjuk! Most hagyjuk! Doktor úr, van nekem egy óriási problémám! Hallgass! Jó, hallgass! És amikor megmutattad a doktor úrnak az óriási problémádat, nagyítót hozatott. Ott sem voltam, de ott voltam. A váróban ültem, és mindent hallottam. Még azt is, amikor azt mondtad neki síránkodva, hogy és ez már egy hete, így meg van dagadva. Sárikám, neked ilyen gondod nincsen, de láttad magadat, amikor este kibontod a fűződet, mint egy archinfil a deltába, hanggal elmondás, leszállt a Zeppelin hajó. Lajos, neked mi a bajod a fűzőmmel? Az, hogy van? És egyáltalán miért hordasz te fekete alsóneműt? Lajos, én ott gyászollak, ahol a legjobban hiányzol. Az előkészületekből mindenki kivette a részét, így a produkciók egy kiváló csapatmunka eredményeként jöttek létre. Minket kis mexikói karnevállal készültünk. Hányan érkeztek? 14-en érkeztünk, sajnos nagyon sokan lebetegedtek menet közben, tehát csak 14-en vagyunk most jelen pillanatban. Azért egy hónapja lassan, hogy próbálgatunk, csak ugye mindig volt valaki beteg, hogy várjuk a produkció végét, mert igazán nem tudtunk úgy készülni, ahogy szerettünk volna az influenza miatt, de amúgy nagyon várták, nagyon izgultak, szeretik csinálni. És honnan jött az ötlet erre a mexikói karnevára? Végül is farsang van, az egyik kolléganő ötlete volt, és így mindenki elfogadta. Imádják a verseket, imádnak szerepelni, a vers a mindenük. És mikor kezdődtek el a próbák? A próbák, hát ők ezt otthon készülnek. És akkor úgy megbeszéljük, hogy milyen vers, milyen típusú vers legyen, ugye most a farsanggal kapcsolatos vidám vers, és akkor ők önmaguk felkészülnek. A vicces öreglány.
ha felülnék a körhintára, visszafele forogna. A számban a műfogsorom csak úgy vacogna. Ha felvennék egy miniszoknyát, biztos vagyok benne, az utcán mindenki csak utánam jönne. Mondanák az emberek, összesugnának, te, ennek a nőnek biztos, hogy elment az esze. Látszik a térde kalácsa, kérdezgetik egymást, szerinted van még neki barátja? Ha bemennék az üzletbe, kitérnének előlem. Azt hinnék, hogy egy manöken érkezett meg. Csak viccelni akartam, én nem ilyen vagyok, hiszen én már 90 éves vagyok. Heltai Jenő a modell. Egy egyszerű kültelki lányka, 16 éves, jó falat. Leszek modell? Így szól magában, s egy festőhöz fölszaladt. Mert megfelelt, az arca termett, a piktor így szólt, aktra termett, e karcsú test, e két halom, vetkőzz le hamar, angyalom. A Szent István utcai központ idős nappali ellátásának tagjai a Dáridó műsorát varázsolták a színpadra. Kedvünk mindig jó, és énekel, hogy Dáridó, ez nem lesz untató. Fogd a párod, és táncolj már, a nóta csak rád vár. Kismama és nagypapa, itt Dáridózik már. Hogy honnan jössz, sem számít már, Dáridózom már. A fogyatékos nappali ellátás gondozottjai
Egy jó hangulatú, modelltánc koreográfiával szórakoztatták a közönséget. Mi az útelepi részről érkeztünk a 3. számú idősek klubja és a fogyatékosok nappali ellátásával. Az idősek klubja részről körülbelül 18 idős ellátottunk érkezett, a fogyatékos nappali ellátásban pedig 15-en érkeztünk, plusz olyanok, akik a mai napon nem jelentek meg, de erre a rendezvényre mindenképpen el szerettek volna jönni, tehát egy olyan 20 főre lehet számolni. Nagyon készültünk, nagyon vártuk már ezt az eseményt, minden gyermek és minden ellátott életében ez egy nagyon fontos esemény, ugye a farsang időszak, a téltemetésnek a kezdete, ugye, úgyhogy remélhetőleg ez meg is látszik minden produkción, és mindenki nagyon jól fogja érezni magát. Sailor, what will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? Lie in the morning. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Lie in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Lie in the morning. Way hey, up she rises. Way hey, up she rises. Way hey. A Gárdonyi Géza úti telephely idős nappali ellátásának a tagjai egy zenés, humoros produkcióval örvendeztették meg a közönséget. Nem látták az uramat, egy hete, hogy itthon vagyok, és még nem találkoztam vele. Biztos a kocsmában van, ez a fakonál is különben azért van nálam. Hát látták, hogy 3 napja ott a kocsma előtt ülni. Gondolom nem tudott hazajönni, mert nem bírt a lába. Azt mondta, kérdezték tőle, hogy hát nem jön haza. Azt mondja, nem. Hát minek jöjjön, amikor úgy is forog a föld, hogy megvárja, míg a házunk odaforog. De már mintha hallanám is, hogy jön, mert a hangja, mintha elég megelezne, mint ahogy látnám. Az én uram, ha kijön a kocsmából. Belögöttél 30 fröccsöt, a feje is kábul. Hát tudja, hogy jött ki, senki meg ne tudja. Ilyenkor a slicét bizony le sem húzza. Hát már miért húznál le? Tehát, hogy vizes legyen a keze. Mert hát, ha elindult, úgy van véle, hagy menjen. De a nézését meg a járását, csípőjének a ringását, tárazba bérkodat, nem! Természetesen a mai rendezvényre az idősek is nagyon készültek, izgatottan várták a produkciókat, akár nézőként, akár szereplőként. Nagyon várom ezeket az összejöveteleket, rendezvényeket, nagyon szeretek részt venni benne, nagyon szeretünk mi öregek is szerepelgetni, úgyhogy nagyon szívesen készülődünk, jó hangulatba telnek el a próbák, most is föllépünk. Milyen produkcióval? A Dáridó másolatával telepeinkön próbálgatunk, még itt is volt 2 próbánk. Gondolom jó hangulatba tettünk. Jó hangulatba, jókat nevetünk. Nagyon szeretem az ilyen rendezvényeket. Tavaly is jól érzem magamat, mert csak sokan, sok jó produkció van, őszintén. Meg ahhoz, hogy idősebb emberek is meg rászállják magukat arra, hogy tényleg ilyen megörvendeztetik a nézőközönséget, meg a társaikat, barátaikat. Sok barátra teszünk szert, utána a tombolos horsolás, az is nagyon jó. Jaj, aranyoskány! Nem tudom, hogy a tévében szokták-e nézni ezt a való világsót. Én azt a részét szerettem nagyon, amikor Szandika volt benne. Szandika kicsit ürödött szájában, az úgy nézett ki, mint amit a tehén szájon rúgott. De szerettem nagyon. Mondta is a barátainak, ha kijön a Vellából, ide a mellére tetováltat egy szamócát. Hát igen, az a szamóca, melyik most szamóca? Egy év múlva lopót,
Évek múlva meg kígyóuborka. A térségi farsang is sok évre visszatekintő hagyománya a segítőkezek intézményének. A télvégi rendezvényen versekkel, dalokkal, táncos produkciókkal léptek színpadra a helyi és a sáréti klubok és az intézmény dolgozói. A teljes műsort egy későbbi időpontban kommentár nélküli blokkunkban tekinthetik meg. Daróczi Norbert püspökladányból indulva mára már egy sikeres angliai cég társtulajdonosa. Tavaly áprilisban a családjával együtt visszatért Magyarországra, hogy megszerzett tudását itthon is kamatoztathassa. Nemrégiben stúdiumban járt, ahol életéről, tapasztalatairól beszélgettünk vele. Köszöntöm kedves nézőinket! Stúdiónk mai vendége Daróczi Norbert, aki püspökladányból indulva mára már egy sikeres angliai vállalkozás társtulajdonosának mondhatja magát, ám nemrégiben visszatért Magyarországra. Ennek apropóján beszélgettünk vele az életéről, a családjáról és a külföldön megszerzett tapasztalatairól is. Nagyon sok szeretettel köszöntelek téged itt a Ladány Televízió stúdiójába. Ugye mondhatjuk úgy is végül is, hogy püspökladányból Angliába vezetett az utad, melynek során gondolom sok élménnyel, tapasztalattal gazdagodtál, de akkor induljunk a legesleg elején. Hogy tehát a gyermekkorod, hova jártál iskolába? Hát a Petőfi Sándor általános iskolába kezdtem, és utána 6-osztályos gimnázium, akkor indult egyébként, azt hiszem, mi voltunk a második osztály, akit indítottak, és igazándiból utána ugye a Karacsferenc gimnáziumba folytattam. Ott nem igazán mondom, hogy bármiben is annyira kitűntem. Amit szerettem a tantárgyak közül, az inkább ilyen angollal kapcsolatos dolgok, meg hát nagyon jó tanáraim voltak, tehát igazándiból azért szerettem annyira. És hogy emlékszel vissza püspökladányra? Igazándiból az, hogy ugye egy kisváros, tehát mindenki mindenkit ismert, nagyon jó élményeim voltak a barátaimmal, igazándiból az osztálytársaimmal, rengeteg bolondságot csináltunk, amire mai napig visszaemlékszünk, úgyhogy jó emlékeim vannak mindenképp. És a középiskola után mi történt, hol folytattad a tanulmányaidat? A középiskola után felvételt nyertem a Szolnoki Főiskolára, ott elvégeztem a kereskedelmi szakot, logisztika szakirányon, és hát igazándiból utána igyekeztem ugye elhelyezkedni a szakmámban. Hát kisebb nagyon sikerül, egy pár hónap után egyébként Debrecenben sikerült elhelyezkednem, és ott, mint logisztikai ügyintéző dolgoztam egy darabig. De ez egyébként az a logisztika, ez közel állt hozzád? Furcsa dolog ez egyébként, mert úgy gondoltam, ugye voltak különféle szakok, amiket lehetett választani, és hát ez volt az egyetlen egy, amit nem tudtam, hogy micsoda. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ha már nem értem, hogy micsoda, akkor biztos, hogy jó lehet. Úgyhogy emiatt így elkezdtem vele foglalkozni, aztán utána igazándiból jó tanáraim voltak ott is. Tehát volt egy docens, aki nagyon jól tanított, fel tudta kelteni az érdeklődésünket, és hát igazándiból ezért választottam. Ugye dolgoztál az eredeti szakmádba, honnan jött az ötlet, hogy Angliába kimész? Hát az igazság, hogy mindig szerettem az angolt. Tehát ahogy mondtam is, itt a gimnáziumban volt egy nagyon jó tanárom, a Tóth Györgyné. Így ő tanított meg arra, hogy tényleg az ember mennyire tud rajongással lenni más emberek felé, és igazándiból mindig meg akartam ismerni ezt a kultúrát. Úgyhogy szerettem volna régóta kijutni, csak ugye nem volt bennem mersz
tehát nem volt meg az anyagi hátterem sem, aztán egy idő után eljutottam arra a pontra, hogy nekem most már tényleg ki kell ezt próbálnom, akkor voltam 25 éves, akkor úgy éreztem, hogy most itt az alkalom, most vagy soha, hogyha nem megyek ki, akkor soha nem fogok kimenni, úgyhogy akkor döntöttem úgy, hogy kimegyek Angliába. Beszéljünk ezekről a kezdeti időszakokról, hogy mi volt a legnehezebb? Hát igazándiból nehéz a megélhetés, nehéz volt akkor is, tehát ez ugye 2004-2005-ös időszakról beszélünk. Jó munkáim voltak, tehát azt mondom, hogy helyi szinten nem kerestem rosszul, de mégis úgy, ha az ember próbálja magát eltartani, akkor az nem igazán tud olyan dolgokat is csinálni, amiket mondjuk elképzelt. Úgyhogy volt egy ilyen anyagi vonzata is, meg hát mondom, inkább az, hogy ez a felfedezés. Tehát én nagyon, nagyon szeretek új dolgokat megismerni, nem nagyon szeretem a status quo-t, úgyhogy szerettem volna kipróbálni magam. Meg hát úgy éreztem, hogy az az angol nyelvtudás, ami nekem van, akkor az elegendő lesz arra, hogy kint is valamit el tudjak érni, úgyhogy mindenképpen ki akartam magamat próbálni. Egyébként mi mondható el, akkoriban milyen volt az ottani magyar közösség? Összetartó volt? Igen, nagyon. Tehát ugye azt mondom, hogy szerencsés ember vagyok, mert tényleg mindig olyan emberekkel vettem magamat körül, akik nagyon támogatóak voltak, majd nagyon pozitívak, úgyhogy. És az évek során mit tapasztaltál, hogy 2005-től 2018-ig mennyire változott? Ez ugyanolyan összetartóak maradtak, vagy volt egy kis elhidegülés? Mármint azokkal, akikkel együtt dolgoztak? Hát igen, vagy úgy unblock mit tapasztaltál a magyar közösségről az elmúlt évek során? Kint Angliában vannak is ilyen is, meg olyan emberek is. Tehát sokan azt mondják, hogy a magyarok azok nem tartanak össze egyáltalán, meg tényleg széthúzóak, meg nem segítik egymást, de én ezt azért nem mondanám ennyire, mert például a feleségem az minden évben gyűjt a leukémiás gyermekeknek a vendégeink keresztül, és az a mennyiségű támogatás, amit kapunk önzetlenül akár pénzben is, amit ugye a feleségem felajánl a leukémiás gyerekeknek, az valami fantasztikus. Tehát azt mondom, hogy tényleg, hogyha van egy olyan közös cél, ami tényleg mindenki számára követendő, akkor mögé állnak. És hogy kerültél kapcsolatba a jelenlegi hivatásod, ez a szépségiparra, ez hogy jött, hogy történt? Feleségemen keresztül. Tehát a feleségemnek ugye, tehát úgy volt ez, hogy amikor én kimentem Londonba, mi éppen azelőtt egy-két hónapban házasodtunk össze, és akkor én úgy éreztem, hogy én nem fogom tudni eltartani a családomat, úgyhogy nekem egyrészt azért is, mert szerettem volna magamat kipróbálni, meg azért, hogy megmentsem a házasságomat, mentem ki Angliába. És ugye ő 8 hónapig még Magyarországon élt, és én őt azzal csábítottam ki, azt mondtam neki, mert ő éppen fodrász volt, hogy segítek neki egy üzletet csinálni Angliában. Azt nem tudtam, hogy hogyan, de úgy voltam vele, hogy valamivel csak ki kell csábítani, és akkor 8 hónap után ő ki is jött. Én az alatt a 8 hónap alatt azt, ami volt, mindenféle munkát csináltam, és akkor megcsináltam neki az üzletet, és ő elkezdett dolgozni fodrászként, és igazániból én rajta keresztül kezdtem el jobban elmélyülni ebben a dologban, meg hát igazándiból ugye nekem a szakmám az kereskedő meg logisztikus, de kapcsolatba kerültem különböző olyan emberekkel, olyan könyveket olvastam, amik felkeltették az érdeklődésemet a marketing iránt, és akkor elkezdtem kicsit komolyabban foglalkozni marketinggel, és akkor segítettem a feleségemnek felépíteni ezt a kis üzletet. De egyébként akkor ez pontosan mit akar, amit most csinálsz? Hát most államilag támogatott képzéseket csinálunk szépségipari területen, ilyen műkörmös fodrász, masszőr, sminkes, ehhez hasonló dolgokat, és hát ezekért az embereknek nem kell fizetniük. Vannak olyan képzéseink, amiért nem kell fizetniük, vannak olyan képzéseik, amiért diákhitellel kell törleszteni a képzést, de azért sem kell fizetniük. Kint egy kicsit másabb a diákhitel, mint itt Magyarországon, tehát ott egy bizonyos jövedelem szinthez kötik. Tehát, hogyha az ember nem keres éves szinten 25 ezer fontot, akkor most mondok egy összeget, akkor nem kell fizetnie semmit a képzésén. És akkor most ennek az üzletnek jelenleg ugye te vagy akkor az igazgatója, vagy mondtad? Társtulajdonos. Társtulajdonos, és akkor a feleséged ezt közösen? Nem, ezt egy másik hölgyel csinálom, egy brit-indiai hölgyel,
akivel szintén a feleségemen keresztül lettem kapcsolatban, és egy tényleg nagyon, nagyon szuper kapcsolat van közöttünk évek óta. A nulláról építettük fel ezt az üzletet, és jelenleg 24 kollégával együtt csináljuk, Londonban 3 helyszínünk van. Londonon kívül pedig most éppen Manchesterben nyitottunk egy helyet, és valószínűleg nyitni fogunk még egyet fentebb északon, Middlesbrough-ban. De ez nagyon szép, hogy egy kisvárosba leindulva, külföldön ezért egy nagyon szép karriert csináltál. Hát igen, ez viszonylag azt mondom, hogy eléggé rövid idő alatt sikerült ezt elérni, de ez ugye részben annak köszönhető, hogy van egy fantasztikus kolléganőm, aki az akadémiai részét viszi a dolgoknak, én meg ugye inkább az üzletfejlesztés, meg a marketingben vagyok jó, tehát így tökéletesen kiegészítjük egymást, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó dolog. Hogy jött az ötlet, hogy visszatértek Magyarországra? Hát az igazság, hogy én mindig vissza szerettem volna térni. Az elején nem, amikor kimentem, mert annyira, hát hogy mondjam, megfogott engem ez az egész kinti, könnyebb élet, úgymond a magyarországi élethez képest. Tehát, hogy mondjam, azért az ember, hogyha kimegy, és akkor keres tényleg azért sokkal többet, mint Magyarországon, akkor egy kicsit azért másabb az érzete. És hát az elején ugye azt mondtam, hogy nem igazán fogok én visszajönni, de utána egyre inkább azért kialakult bennem egy nagyon erős honvágy. Ugye hiányzott a családom, hiányzott igazándul az egész magyar kultúra, meg ugye az ételek, stb. Szóval egy bizonyos idő után már azt mondtam, hogy szeretnék hazajönni, csak nem tudtunk hazajönni, mert hát ugye nem volt lehetőség arra, hogy itthon tényleg pénzt csináljak bármiből is. És utána, hál' Istennek eljutottunk arra a szintre egy-két évvel ezelőtt, hogy már az a pénz, amit ugye a kinti cég csinál, abból már itthon is meg tudunk élni, mert hát igazándiból az, hogy el tudtam engedni olyan szinten a kinti céget, hogy most már nem kell folyamatosan ott lennem, hogy működjön tökéletesen. De hát nyilvánvalóan ez amiatt van, mert van egy nagyon jó csapat mögött. És hogyan zajlott a úgymond visszailleszkedés abban a magyarországi életbe? Hát 12 év után megmondom őszintén, azért voltak nehézségek. Tehát különösen az, hogy mi, hogy mondjam, szóval másabb a mentalitás odakint. Tehát sokkal pozitívabbak az emberek, jobban hogy mondjam, rá vannak hangolódva egymásra. Tehát ha most kint tudom, valaki rámosolygok, akit teljesen nem ismerek, akkor az visszamosolyog, és akkor kialakul valamilyen beszélgetés, vagy esetleg segítünk egymásnak. Itt Magyarországon egy kicsit, hogyha rámosolygok valakire, akkor egy kicsit olyan furcsán néz rám. Vannak ilyen dolgok, amik szerintem ahogy változik a generáció, ez is változni fog itthon Magyarországon is, és én nagyon remélem abban, vagy nagyon reménykedem abban, hogy egyre többen jönnek majd haza, mert nagyon sokan szeretnének hazajönni, csak hát ugye megakadályozza őket a helyzetük, tehát nem igazán tudnak hazajönni. Igazán a feleségemnek rengeteg olyan ügyfele volt, vagy vendége volt, akik hazajöttek, megpróbálták itthon, aztán igazándiból nem tudtak olyan anyagi hátteret kialakítani, hogy itthon tudtak maradni, úgyhogy utána vissza kellett menniük. De igazándiból szerintem a magyarok legtöbbség azért haza akar jönni. Akkor azt tapasztalod te is, hogy vágynak haza. Igen. És akkor mikor történt a hazatérés így időben? 2018. április 1-én. Bolondok napján, igen. Akkor jöttünk haza. És akkor hova költöztetek? Melyik város? Pest mellett Érden. Az egyik barátom javallatára oda költöztünk, úgyhogy ott éldegélünk. Ugye itthon Magyarországon szeretném igazándiból ezt az angol szász oktatást egy kicsit népszerűsíteni. Az lenne most itt az elsődleges cél, hogy az, ami kint ugye már egy elfogadott, bejáratott dolog, azt hát, hogyha az itteni oktatóknak a munkáját is esetleg tudnánk vele segíteni, úgyhogy most ezen dolgozom éppen, hogy így segítsek esetleg. Említetted ezt, hogy angol szász oktatás, ez mit akar? Akkor ezt mondjuk már el. Hát igazándiból ugye mi felnőtt oktatásban vagyunk, tehát nem közoktatásban. Nálunk ugye maga az egész oktatási rendszer arra épül, hogy a diákokat elfoglaljuk egy órán.
Tehát nem feltétlenül ilyen egyoldalú az oktatás. Tehát most én abból indulok, amit én kaptam régen. Tehát nálunk az volt, hogy ugye a tanár kiáll a táblához, és akkor elkezd magyarázni. Tehát ez valamilyen szinten egyoldalú, nem igazán volt visszacsatolás a diákoktól. Tehát nálunk inkább úgy működik a rendszer, hogy ha valaki mondjuk egy külső szerbe jön, és akkor ellenőriz minket, azt figyeli, hogy a diákok mennyire vesznek részt aktívan az órán, tehát mennyire sajátítják el ők azt, amit ugye a tanár át akar adni. Tehát nem elsősorban a tanárról szól az egész, hogy hogyan oktat, hanem arról, hogy a diákok hogyan értik meg azt, hogy a tanár oktat. Tehát ezt szeretném igazándiból jobban. Tehát nem tudom, most jelenleg, azért beszéltem, mióta hazajöttem egy pár emberrel minisztériumi szinten is, és hát látom, hogy azért van erre fogékonyság, meg azért igyekeznek ezt így átalakítani. Vannak különféle dolgok, amik erre utalnak, de én szeretném, hogyha ez tényleg tovább indulni. Interaktív elemeket is jobban belevisznek Angliában, mint itt Magyarországon, egy tanórába? Igen. Tehát például arról van szó, hogy tehát kint minden órán arról szól az oktatás, hogy a diák, amit már mondtam is, mennyire érti meg azt, amit a tanár próbál előadni. Tehát állandóan feladatokat adnak ki nekik, tehát igyekeznek az egészet tényleg annyira interaktívvá tenni, hogy már az órán elsajátítod azt, amit mondjuk esetleg Magyarországon egy órán kiadnak házi feladatban. Tehát mondjuk kint, most közoktatásról beszélek, és nem felnőtt oktatásról. A fiam ugye 5,5 éves kora óta kint volt Angliában, nagyon-nagyon kevés alkalommal hozott haza házi feladatot. Mindent az órán igyekeztek nekik leadni úgy, hogy a gyerek megértse, és akkor utána abból fel tudjon készülni a következő órára. Én azt mondom, hogy ezek igazándiból folyamatosan ők is, hogy mondjam, próbálkoznak újabb és újabb metódusokkal, hogy fejlesszék az oktatást, hogy tényleg tanulóközponttúvá tegyék. Például csak mondok egy példát, hogy mennyire komoly dolog ez. Tehát nekünk, ugye mi felnőtt oktatásban vagyunk, hogyha kapunk egy ellenőrzést mondjuk egy külső szervtől, és ők nem úgy ítélik meg, hogy tényleg eléggé tanulóközpontú az oktatásunk, akkor ők effektíven minket bezáratnak. Most mi nekünk éves szinten, csak hogy legyen fogalmatok arról, hogy mekkora az iskola, egy olyan 800 tanulónk van. Tehát egy ilyen méretű iskolát egyik napról a másikra be tudnának zárni, elvennék az összes állami támogatásunkat. Tehát hogyha mi nem tudjuk olyan szinten ezt művelni, ahogy művelni kell, akkor simán bezáratnak minket. Ugye mi iskolának van egy olyan vonulata is, hogy mi azok, akik nálunk tanulnak, ha elvégzik a képzést, akkor segítünk nekik az elhelyezkedésben. Tehát vagy abban, hogy egy újabb képzést elvégeznek, vagy pedig abban, hogy segítünk nekik az elhelyezkedésben, vagy pedig a üzletüknek a megalapításában. Tervek vannak folyamatosan, igen. Folyamatosan dolgozol. Igen. És a terveid megvalósításáért így van, küzdesz. Így van. Én nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Megtisztelő figyelmüket, önöknek is köszönöm. További kellemes tévénézést kívánok. Második farsangi bálját tartotta meg a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület február 9-én a Dorogi Márton Művelődési Központ aulájában. Jöjjenek a részletek! A Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület számos sikeres rendezvényén túl február 9-én második alkalommal rendezte meg farsangi bálját, melyre szép számmal érkeztek a megye több településéről a meghívottak, akik között helyet foglaltak az est folyamán fellépő előadók is. A rendezvénynek ezúttal a Dorogi Márton Művelődési Központ adott otthont. Tavaly volt az első alkalommal, és mivel voltak érdeklődők, úgy gondoltuk, hogy még egyszer megpróbáljuk. Hát mindenképpen vidám hangulatúra tervezzük, mert farsangolunk. Hát a telet űznénk, de hát azért még hideg van. És ma is egyébként úgy, mint általában, nóta műsorok fognak elhangzani, sok-sok humorral.
Hát mivel farsang, hát próbálunk énekelni is, de humoroskodni is egy kicsit. Ezt ilyen batyus jellegűre terveztük, mert jól érezzük mi magunkat az étterembe, csak ugye vannak olyan vendégek, akik jobban szeretik, ha a saját maguk behozott italokat és ételeket fogyasztják. Természetesen most is van, aki vacsorát igényelt azért szép számmal. Az egyesület vezetője elmondta, az idősebb korosztály számára egy-egy ilyen rendezvénynek közösség összekovácsoló ereje van. Ezentúl nagyon fontosnak tartják a magyar kultúra ápolását, melybe beletartozik a magyar nóta is. Az idősebb korosztály már nem nagyon szívesen mozdul ki otthonról, de viszont szerintem a magyar nótát meg a zenét szeretik, és ha csinálunk egy ilyen rendezvényt, akkor hallanak róla, és akkor eljönnek, és jól érzik magukat, és ilyen közösség összekovácsoló dolog. Juhászné Orbán Marika köszöntötte a megjelenteket, majd a Jászmin Bokor Magyar Nóta Egyesület nótacsokra nyitotta meg a rendezvényt, melyet a régi farsangi szokások szerint állítottak össze. Hiszen a lakodalmakat a húsvétot megelőző nagybőjt idején nem volt szokás tartani, így ezeket az eseményeket a farsang idejére rendezték. A rendezvény további részében operett, illetve magyar nótacsokrok, cigánydalok, valamint örökzöld slágerek hangzottak el. Ő imád, rá
Lásd be, hogy néked is van számtalan kis hibád. A rózsa tövisse is megszúrja a kezed. Az áldott napfénytől is könnyes lesz a szemed. Ha néha bántanak, gondolj az első csókra, gondolj az első édes halk szerelmes szóra. Egy percre könyve lábad, akkor majd a szemed, s rádöbbensz arra, hogy itt a helyed. De nézzen úgy rám, a gyönyörű szemével, a szívvel játszani, jaj, nem szabad. Ne fogja úgy át a remegő kezével, a szívnek fúrja van, mely elszakad. Az első csókját én el nem feledem, itt állok árván, halálos betegen, mert szeretem. Ne nézzen úgy rám a gyönyörű szemével, a szíve játszani, jaj, nem szabad. Jaj, cigányú, gyertek hát velem, nézzétek a táncot, hogy vedem. Sugárcsányú, gyere hát velem, szól a zene, nem bírtok velem. Jaj, 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 te szökös lány, mit tettél velem? Megrontottál, jaj, jaj, Istenem. Bánatomba leiszom magam, és azután járom az utam. Jaj, 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 daj, da, 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 da. Jaj, te drögös lányi, mit tettél velem? Megrontottad, jaj, az életem. Mindjárt a tomba leiszom magam, így anna meg, járom az utam. Jaj, de elmentem én az erdőre fát vágni, utánam jött feleségem kajt. Elmentem én az erdőre fát vágni, utánam jött feleségem kajt. Hát, rányi, minek jöttél gajazni, a más embernek a szemébe kacsintni. Jaj, jaj, Istenem, meghallok, de meghallok, hogy engem a feleségem. Jaj, te ányi, minek jöttél gajazni, a más embernek a szemébe kacsintni. Jaj, Istenem, meghallok, de meghallok, hogy engem a feleségem. A műsor szünetében alkalmunk nyílt Daróczi Lászlóval beszélgetnünk, aki a közelmúltban lett az Egyesület legújabb tagja feleségével együtt. Január 1-től vagyunk úgymond de jóre is a tagja az Egyesületnek, bár korábban is évek óta úgymond pártoló tagok voltunk, tehát amikor lehetett és ami engedte időnk, erőnk, követtük, kísértük az Egyesületet, és most úgy gondoltuk feleségemmel együtt, hogy akkor ez most legyen ilyen úgymond pecsétes megerősítésű, és mivel a programjukat, a dalaikat, a környezetet, ahol ők előadják, mi is megkedveltük, és szeretnénk ennek részesei lenni, ezért döntöttünk a belépés mellett. Mivel készült a mai alkalomra? Eredetileg csak citerával, egy ilyen 7-8 perces csokorral. Aztán úgy adódott, hogy nóta csokor is összejött bele, és akkor így mind a kettő megvalósult ezen a farsangi programon.
középkorúaknak, ugye, illetve az időseknek nem nagyon van lehetőségük arra, hogy szórakozni járjanak, függetlenül attól, hogy most farsangi mulatság van, miért jó az, ha ez a korosztály összetud jönni? Hát azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak már családi, munkahelyi és egyéb ilyen elfoglaltságai viszonylag ritkábbak, talán az erejük sem predesztinálja őket arra, hogy ilyen téren helyet álljanak. Ezért az ilyen összejövetelek régi barátokkal, munkatársakkal, ismerősökkel, hasonló érdeklődésű, nótáskedvelőkkel, ez így nagyon megvidámítja, tartalommal tölti az életüknek ezt a kis cikkét, és ezért gondolom nagyon hasznosnak ezt a fajta összejöveteleket. Fontosnak tartja-e, hogy a magyar kultúrába a magyar nóta tovább éljen? Igen, nagyon fontosnak tartom, de én ennek elébe tenném a magyar népdalt, mert én úgy gondolom, hogy az a szülő, idézőjelben anyja a nótának is, tehát a kettő együtt, vagy egyik a másikból, így együtt kiegészítve, ez egy teljes egészet ad, és ez egy nagy kincs, és ezt nem szabad kifolyni, hagyni a kezeink közül, ezt ápolni és művelni kell. A szervezők úgy gondolták, ha már farsang, ami móka és kacagásról szól, akkor a magyar nóta mellett nagyon jól elfér a humor is, így ebben sem volt hiány a délután során. Nyisd ki, babám, az ajtó! Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Ha meghallják, hadd hallják, úgy is tudja már a világ, hogy én téged szeretlek, hogy én téged soha el nem feledlek. Mi nem keresünk semmit, mi ide jöttünk. Mulatni. Mit akar
akarnak maguk itt? Hát záróra van. A zárórát akarjuk akkor. Add vissza, elvette tőlem, nézd. Mi nem akarunk mi semmit, mi ide jöttünk. Mi ide jöttünk, ha mi akarnánk valamit... Ne, ne izgass föl magad, komolyan. Én már tiszta izgalmi állapotban vagyok. Júj! De én azt mondom, hogy be van zárva a kocsma, maguk már úgyis nagyon jó tele vannak. Úgyhogy hát, kifelé... Most akarjunk tetézni egy kicsit. Mi nem vagyunk déli busz, mi nem vagyunk tele. Mi úgy nézünk ki, mint aki tele van. Nem vagyunk tele. Júj! Jó. De messze van ez az asztal, hallott. A minden, úgy el vagyok bizonytalanodva. Na most akkor mit akarnak, mondják meg nekem, de hát. Nagyon gyorsan, aztán hagyják el a helyiséget. Jó bor, jó egészség, szép asszony feleség, szép asszonynak jónak, jó járású lónak. Kár megöregedni, szép asszonynak jó van, jó járású lónak, kár megöregedni. Ez az! A munkának vége, és kijössz a gyárból egy botkától. Erős vagy és bátor, egy részek fazon, a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúgsz, nélfogyott. A türelmed már pedig szabad a csók, és szabad a tánc. 100 éve Párizsban az volt a jó, a kommün ezért kötelet adott. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Helyet! 20 óra munka, 4 óra pihenés, és semmi szórakozás. A kocsmában ott van a nagy élet, tompulnak az agyak, élesek a kése. Sűrű a levegő az olcsó sör szagától, eleged van már világból. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Helyet! 20 óra munka, 4 óra pihenés, és semmi szórakozás. Vége, és kijössz a gyárból egy botkától. Erős vagy és bátor, egy részek fazon, a kezed után nyúl. Nem tudod miért, jól belerúgsz. Nézed, hogy mi folyik itt. Ami befolyik, az rögtön kifolyik. A világos sörtől savanyú a szád. Nem ígéri senki, jobb élet vár rád. 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Helyet! 20 óra munka, 4 óra pihenés, és semmi szórakozás. Bencik Jánosné Debrecenből érkezett, aki televíziónak elmondta, Aljász Mimbokor Magyar Nóta Egyesületet évek óta ismerik, több hasonló rendezvényen találkoztak már. Több éve ismerjük, Náláson ismertük meg őket. Többször szerepeltek már a nálási hasonló ilyen óta délutánon, és nagyon kellemesen éreztük magunkat, és nagyon kis szimpatikus volt az egyesület, és így úgy gondoltuk, hogy eljövünk az ő rendezvényükre is. Függetlenül attól, hogy most farsangi mulatságon vagyunk, miért tartja jó ötletnek egy ilyen összejövetel? Hát én úgy gondolom, hogy az időseket jó összefogni, és az idősek is szeretnek szórakozni. És ez nagyon kellemes kikapcsolódás, több alkalom, több lehetőség van az idősebbeknek is, mert ugyanis most már, még talán úgy mondanám, a fiataloknak sincs igazán szórakozási, ismerkedési lehetőség, és új barátokat szerzünk. A délután további részében is a Nótáé volt a főszerep.
lesz attól könnyed, szívemben a bánat. Úgy is tudom régen, hogy az élet nékem nem terem rózsát. Mindeközben váratlan vendég érkezett a rendezvényre, ami még a szervezőket is meglepte. Mint az időközben kiderült, az egyesület egyik oszlopos tagja, Fórián Imre okozott mindenki számára nem kis meglepetést, hiszen nem lehetett tudni, kit rejt a jelmez és a maskara. Jaj, de megijedtem. Mit árul, kedves? Mit akar? Mit szeretne? Nap, ló, ló, ló. Jaj, nekem hozta azért, hogy ilyen szép műsort csináltam. Hát köszönöm szépen, hát nagyon kedves. Ó, az Isten áldja meg, add egyek egy csók. Jaj, köszönöm szépen, nagyon kedves. Jaj, van még valami? Jaj. Huha, énekelni akar? Közönségnek? Jaj, ez micsoda, ez aztán valóban meglepetés vendég, mert nem volt benne a műsorban, elmondom. De nem tudom, hogy kicsoda. Műsoron kívüli. De mivel ilyen kedves volt, hogy rózsát hozott nekem, hálát. Tessék, átadom a mikrofon. Szemed beszél, mint a legszerelmesebb levél. Nem tudod írni, aki küldte, mert aki küldte, már nem él. Nyugszik a csendes nevedőbe, nevét lezárta a halál. A déporában nyílt a rózsa, e rózsa, rózsa, rózsa szár. E rózsa szár, ezt hoztam én, benne az ő szerelmeim. Így tud a hűség, sírodó szeretni fél. Az est folyamán mindenki számára ismerős dallamok csendültek fel. Ez abból is látszott, hogy együtt énekelte a hallgatóság az épp aktuális fellépő által előadott nótát, örökzöldet vagy operettet. A műsor végén ízletes vacsora várta a vendégeket, illetve a batyusi jellegre való tekintettel az otthonról hozott finomságok is felkerültek az asztalra. Majd a vacsorát követően nótás táncos szórakozással folytatódott az est.
Összességében tehát elmondható, hogy egy jó hangulatú, kellemes estét sikerült lebonyolítania a szervezőknek. A műsorról készült teljes felvételünket egy későbbi időpontban kommentár nélküli rovatunkban tekinthetik meg.